A mamámtól örököltem ezt a szép hangot, mert én is megkérdeztem a szüleimtől, hogy ezt kitől örököltem, és ők mondták, árult el Bence, aki szólóban és énekkarban is szeret énekelni. Az én mamámtól örököltem ezt a szép hangot, mert én is megkérdeztem a szüleimtől, hogy ezt kitől örököltem, és utána mondták, hogy mamától. Örököltem. Hogyha kevés szólón van, akkor is oda teszem magamat, de hogyha mondjuk egy egész dal, akkor még jobban. Mivel Vidám mindig mosolygó gyermek, így a vidám dalokat kedveli. Az éneklés mellett a tanulásban is előjár, fél évkor kitűnő lesz. Hát a legkönnyebb az a matematika és az olvasás, a legnehezebb az meg az angol és a nyelvtan. És otthon mennyit gyakorolsz egy ilyen versenyre, vagy kinek mondod föl a mesét? Hát a szüleimnek, és gondolom, hogy az osztálytársaidnak is. Igen, igen. És otthon mondjuk van olyan, hogy olyan 5 nap alatt, vagy 3 nap alatt megtanulok egy egész mesét. Mindemellett Bence még egy nagyon szép hangszeren is játszik. Ez úgy jött, hogy kiskoromban voltam egy zeneiskolában, mert valamit be kellett adnunk, és megláttam ezt a nagy hangszert, és beleszerettem, de akkor közölték velünk, hogy akkor még olyan 5 éves voltam, és 5 éveseknek még nem lehet járni, és így amikor 6 vagy 7 éves lettem, akkor elkezdtem járni erre a marimbára, és ez nagyon-nagyon megtetszett. Viszont azért itt a kezedre nagyon nagy szükség van, és nagyon oda kell figyelni. Igen, mert csuklóból is lehet, úgy a könnyebb, meg így az egész karot, hogyha mozog, de az szerintem nehezebb. És mennyire kell koncentrálni? Ez egyáltalán hogy lehet gyakorolni, hiszen azért ilyen hangszer otthon nincs, tehát a zeneiskolában oda kell figyelni mindig? Igen, oda kell figyelni, meg otthon van egy kis, majdnem ugyanolyan, de kisebb, és azon szoktam otthon gyakorolni. Mi a célod ezzel? Hát, hogy majd én is majd járjak olyan versenyekre, mint a nagyok, és ezt akarom elérni. Leginkább vele. Egyébként vonulós tűzoltó szeretne lenni, és mezőgazdász. A tűzoltást a családi vonal miatt, a mezőgazdásznál is van családi indítatás. Édesapja és dédapja is traktorozott. Boldizsár Bence igazi közösségi ember, osztálytársai számíthatnak rá. Nagyon-nagyon jók. Jó az az egész osztály. Nagyon-nagyon szeretem. Akkor mesélj nekem a 3. B-ről, mit kell tudni ki a tanítónénitek, és hányan vagytok? Novák Éva néni a tanítónéni, és 26 az osztály létszám. És akkor egy összetartó kis közösség vagytok? Igen, igen.